Egyre többször találkozunk a piacon, a boltokban biogyümölcsökkel és zöldségekkel. A vegyszermentes gazdálkodásról azonban még mindig keveset tudunk. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Marján Zoltán, a megyei biogazdálkodók egyesületének elnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Jó napot kívánok. Szerintem több évtized, de ismerjük azért a kifejezést, hogy biogazdálkodás, de igen. Önök is ezt tapasztalják, hogy tényleg keveset tudnak róla az emberek? Pontosan most lesz szombaton a biogazdálkodás nagy évfordulójára rendezett konferencia, és ez a 35. lesz, most lesz Budapesten elsőjén, ahová szerint személyemet is elszállítom, tehát én is részt kívánok rajta venni, mert azért ez számunkra egy nagyon fontos esemény. Én a magam részéről 2003-ban kezdtem el a biogazdálkodással foglalkozni. Akkor a környezetem még egy kicsit furcsán nézett rám, hogy ez is azok közé, a flúgos kevesek közé akar tartozni, akik úgy gondolják, hogy erre szükség van. És akkor az idő az nagyon úgy néz ki, hogy engem igazolt, mert egyre nagyobb az igény. Én nem azt mondanám, hogy vegyszermentes, mert a biogazdálkodók is használunk valamilyen szintű vegyszereket, de ezek kifejezetten nem fölszívódó növényvédőszerek, természetes alapúak, és csak bizonyos esetekben szoktuk őket használni. A biogazdálkodással kapcsolatban ugye azért viccesen meg szokták jegyezni, hogy ha valakinek van mondjuk egy gyümölcsfája a kertjében, és mondjuk elfelejtette az évben permetezni, hogy hoppá, ez bio. De akkor ez nem jelenti azt, hogy abszolút bio. Nem, milyen kritériumok vannak még? Hát, igen, sokan el szokták mondani, hogy hát az övé is bio. Igen. A bio nem attól lesz bio, hogy én azt mondom, hogy bio. A bio attól lesz bio, hogy egy ellenőrző tanúsító szervezeten keresztül én ezt igazolni is tudom papírral. Mert ma már a papír a lényeges, és nem az, hogy igazából mi történik, mit fogok tenni. Tehát Magyarországon, Európában az egyik, hál' Istennek, legszigorúbb tanúsítási rendszer működik, és ennek az első cég a Biocontrol Hungária, amit hajdanában nagy elődeink azért hoztak létre, hogy ezzel biztosítsák a megtermelt biotermékeknek a hitelességet. És akkor ugye most per pillanat két ilyen tanúsító cég van Magyarországon, az egyik a Biocontrol Hungária, és van az Ökogarancia Hungária Kft., ők végzik minden egyes biogazdálkodónak az ellenőrzését, tanúsítását, és ha ennek az ő általuk felállított kritériumoknak megfelelünk, akkor kapunk róla elismerő tanúsítványt, amit büszkén mutogathatunk, és kell is. Tehát a hatóság akkor gondolom ellenőrzés, tehát hatóságilag, államilag szabályozott keretrendszerben van ez foglalva. De emellett milyen tényezők azért, hát hétköznapi embereknek magyarázza el, hogy milyen tényezőknek kell megfelelnie egy biotermékeknek? Hát a biotermék ugye először is az, hogy papírja legyen. A második, aminek meg kell felelnie az, hogy az, aki ezt megtermeli, az tényleg biotermelő akar lenni. Mert azon múlik igazán sok, hogy az, aki biotermelésre szánja magát, az miért is akar biotermelő lenni? Tehát az legyen egy társadalmi célja, gondolom. Így van. Nem? Tehát, hogy... Így van, tehát az önmagában még nem elég, hogy én most azt mondom, a mai naptól biotermelő vagyok. Ahhoz, hogy én biotermékét állíthassak elő, ahhoz kezdeti szabályok vannak. Ez az úgynevezett átállási szabály. Ez szántóföldek esetében a szerződés kötés napjától számított 2 év leteltét követő nap utáni termék, az lesz már a bio. Tehát ha én most december 1-én bejelentem egy területemet biotermelésre 2018-ba, akkor 2020. december 2-ától azon a területen már bioterméket fogok tanúsításra előállítani, és forgalomba is hozhatom. Ültetvényeknél ugyanez az idő, ez 3 év. Tehát akkor ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Nem. Állítólag sokan emiatt ki is esnek? Hát, akik engem megkeresnek, hogy szeretnének a biogazdálkodásra térni, és hál' Istennek elég sokan vannak, azoknak mindig el szoktam mondani, hogy mit is szeretne, megkérdezem, milyen területei vannak, milyen növényekkel, mit szeretne,
meg azt, hogy mekkora tartalékkal rendelkezik, mert az átállási időben megtermelt termék az csak konvencionálisan értékesíthető, és az árba azért elég nagy eltérést fog mutatni, plusz az áttérés miatt azért a termelés egy akár 50%-kal is visszaeshet. Tehát sokkal többet kell befektetnie, gondolom, hát a termelésbe, meg, kevesebb akkor a termés, hát nem, és még ugyanúgy nem adhatja olyan nagyon drágán a bioterméket, vagy így van, drágában. Hanem úgy van, hogy ugye nem az anyagi része az, ami igazából problémát jelent, hanem az, hogy egy gazdaság tőkébe hogyan tudja kompenzálni ezt a kieső árbevételt, mert ha most konvencionálisan mondjuk egy hektár területen volt évente 300 ezer forint árbevétele, és akkor most két évig csak 150 ezer forint lesz, akkor az nem biztos, hogy neki a mögötte levő tartalék ezt az időt át tudja vészelni, és akkor ugye a harmadik év lesz az, amikor már először. Tehát tulajdonképpen három évig teszem bele a tudást meg a tőkét a területbe, azért, hogy a harmadik évben már tudjak realizálni biotermékből származó nyereséget. Beszéltünk arról ugye, hogy itt elhivatottság kell, tehát hogy valamilyen társadalmi szerepvállalás, gondolom. Tehát ugye ezzel kapcsolatban pedig akkor felvetődik a kérdés, hogy miért egészségesebb a biotermék? Hát igen. Egészségesebb? Én nem azt mondanám, hogy egészségesebb a biotermék. Én azt mondanám, hogy szermaradványmentesebb. És azért az egészségesebb és a szermaradványmentesebb az eltér, mert konvencionális is lehet termelni nagyon egészségeset. De bióban is lehet termelni kevésbé egészségeset, viszont az, aki bioterméket fogyaszt, annak az egészségszolgáltató képessége biztos, hogy jobb lesz, mint egy konvencionális terméké. Tehát én egy kicsit így fogalmaznám meg a dolgot. Meg kérdezték már tőlem, hogy és neked mi az, ami miatt ezt csinálod? És mindig azt az egyszerű választ szoktam adni, hogy én mindig nyugodtan fekszem le, és nyugodtan kelek föl, hogy az az élelem, amit én egy másik embernek megtermeltem, az biztos, hogy nem fog az ő egészségének ártani. És ezért ez egy fontos dolog. Egyre több szó esik ugye a mű cuccokról, a műparadicsom és a többi társai, tehát akkor ezt, tehát itt megnyugodhat az ember, hogy ezzel nem kell foglalkozni vagy aggódni, hogy mű cuccot eszik az ember. A mezőgazdaságon belül, nem tudom, hogy mennyire vannak információi ezzel kapcsolatban, körülbelül hány százalék a biogazdálkodó? Hát sajnos nagyon kevés, mert a mezőgazdaság összterületéhez képest mindig nem értük el az 5%-ot. Ez Ausztriában közel 30%. Tehát azért van hová fejlődnünk. Bár mondjuk és a fogyasztási arány? Mert az megint másabb lehet. Hát igen, a bioterméket egy kicsit most úgy mondják, hogy a tehetősebb társadalmi réteg számára. Most az igazsághoz hozzá tartozik, hogy ami Magyarországon megterem biotermék alapanyag, annak nagyjából a 99% az külföldön végzi, vagy még inkább egy kicsivel több. Viszont az is. Az megtermelteket is? Az enyém is így van. Tehát, és ennek egy kis része majd áruházi termék formájába visszakerül Magyarországra. Most egy kicsit azt is tűztük ki célul itt Szabolcs megyei biogazdák, hogy próbáljunk azon változtatni, hogy ne kizárólag alapanyagot szállítsunk, legalább egy feldolgozási fokot próbáljunk meg itt a megyeibe hozzátenni a termékeinkhez, mert akkor helybeli munkaerőt is tudunk foglalkoztatni, meg az árbevételeink is javulni fognak. Miért nem sikerült feldolgozni? Azért más terményekkel kapcsolatban összejön hát a történet. Igen. Miért kell utaztatni? Nagyon, a nyugat-európai feldolgozóknak is egy nagyon kényelmes dolog volt, meg olcsó volt a magyar alapanyag. Ezt hozzá kell tegyük. Meg a magyar alapanyagot még mai napig sok nyugati feldolgozó azért vásárolja meg, mert a magyar almának alma íze van, a magyar zöldségfélének sárgarépának sárgarépő íze van, az őszi baracknak őszi barack íze van, a szilvának szilva íze, a megynek
megy íze van. Tehát annak ellenére, hogy olcsó, még jó is. Nyugat-Európában viszont a termények egy, hát hogy mondjam, egy kicsit inkább szemre termelt növények, és már akkor, amikor a paradicsomot művi úton érlelik meg, akkor annak már nincs paradicsom íze. A magyar paradicsomnak meg még a magyar földnek, a magyar levegőnek, a magyar napsütésnek azért nagyon sok befolyása van arra, hogy milyen növényi termék keletkezik belőle, és egy kicsit ezt azért jobban ki kellene hangsúlyozzuk, hogy... Akkor mennyire, csak egy kicsikét térjünk vissza az eredeti kérdéshez, hogy az önök tapasztalata szerint mennyire kedveljük, akármi magyarok is, vagy megyeiek a biotermékeket, mennyire vásároljuk? Egyre nagyobb az a... Tehát ahhoz, hogy több ember vásárolja, sokkal többet kell róla tudni. Végül is ezért van most a beszélgetés. Így van, ez nagyon lényeges kérdés. Azt mindenki tudja, hogy a biotermék az drágább, mint a másik. Viszont az is igaz, hogy ami emberi felhasználásra kerül, tehát én megtermelek 40 tonna almát mondjuk egy hektáron, ennek egy nagyon kicsi része, maximum 20% az, amit mondjuk étkezési almaként forgalomba lehet hozni. És akkor ugye a többsége az valamilyen ipari feldolgozásra kerül. Tehát ahhoz, és azoknak az ára nem biztos, hogy kellő értéket jelent arra, hogy nekem a gazdaság rentábilisan tudjon működni. Tehát végül is ahhoz, hogy egy jobb minőségű szemnek tetszetősebb árut tudjak kiállítani, ahhoz bizony több kézi munka, meg több veszteség terheli a feldolgozásomat, és emiatt ezeknek az áruknak az értéke sajnos egy kicsit magasabb lesz. Talán, ha az rövid ellátási láncba fogunk tudni egy ötlet alapján előrelépni, akkor ezen fogunk tudni változtatni, mert hiszünk abban, Szabolcs megyei gazdák, hogy a változás első lépéseit mi tudjuk megtenni. Ez így igaz. Kíváncsiak vagyunk a fejleményekre. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Nagyon szívesen.